A Sanámé, azaz a királyok könyve, az iráni nép nemzeti eposza. Az ősvilágba vezeti vissza az olvasót, mint minden ilyen mű. A jó és a rossz, a világosság és a sötétség örök harcáról szól, olyan korokról, amelyben az uralkodók még vitézek és bajnokok voltak, bár olykor a sötétség és a rossz felülkerekedik, végül mégis a világosság és a jóság győzedelmeskedik. A teljes mű mintegy 120 ezer sorból áll, és 35 év alatt íródott a 10. és 11. század fordulóján. Terjedelmét tekintve sokkal bővebb, mint az ismert nagy európai őseposzok. Szerzője Abul-Kasim Mansur, aki Mahmud szultántól a Firdausi nevet kapta, melynek jelentése paradicsomi. Ezen a néven vált ismerté. A könyvet dr. Gán László karcagi születésű jeles irán kutató fordította. Gán László a könyv bevezetőjében tesz egy kijelentést, mely így hangzik: hiszek Nimrodban. Ez a kijelentés bővebben kifejtve azt jelentheti, hogy az az ősvilág, amely valaha volt, melyet rég betemetett az idő, melyről a krónikák és eposzok szólnak, ha nem is történelmi tényként és történelmi kronológiában, de valójában létezett. És ennek az ősvilágnak kulturális üzenete van a mai élő emberek számára. Azt kell, hogy mondjam, én is hiszek Nimrodban. Úgy gondolom, hogy a ma esti vendégeink is hisznek Nimrodban, és bizonyára mindannyian, akik ma eljöttünk és itt vagyunk, hiszünk Nimrodban. Ma este Elnagy Lajos, Horvátné Budaházi Éva és Lovász Irén külön-külön és együttesen elvezetnek minket az ősvilágba, annak is a perzsa szeletébe. Kérem, fogadjuk őket szeretettel, és a ma estéhez kellemes és jó szórakozást kívánok Önöknek. Köszönöm szépen. Mai este folyamán egy könyvről, de én nem is a könyvről szeretnék először beszélni, hanem arról, hogy mostanában Karcagot nagyon sokan szidják, vagy sokat emlegetik. És én azért szeretnék elmondani néhány embert, aki a magyar tudomány asztalára nagy magyar hírességekké váltak, tehát egy Györfi István, kiről le van nevezve a múzeum, egy Mándoki Kongúr István, valamely Kurultájon, az előző években, amikor őróla szólt az előadás, akkor egy csillag jelent meg az égen. Őróla tudni kell azt, hogy amikor a temetése volt Almatában, Kazasztánban, akkor, amikor ő vitték a koporsót a sírhoz, végig szikrázó napsütés volt. És amikor eltemették, illetve temetni kezdték, az utolsó rögöt, mikor rádobták a sírra, addig szakadt az eső. Azt követően pedig azonnal szikrázó napsütés lett. Szóval volt egy harmadik és negyedik ember is, lehet, hogy őróluk annyira nem szól a móta, a Németh Gyula professzor, turkológus professzor, aki a törökségről nagyon sokat írt és tudott, valamint volt a Szűcs Sándor, a néprajztudós. Őről a még kevesebbet. És ugyanúgy karcagi születésű a Lovász Irén népdalénekes, a néprajztudományok kandidátusa, és őről sem szól az a történet, hogy ő is karcagi. Engedelmükkel én is ott születtem. Jól lehet, én hatalmas, így mond varga betűket jártam be az életembe. És ez a könyv, amely most kiadásra került, azaz az elmúlt év, augusztus 18-án lett Karcagon bemutatva. Ez dr. Gál László. Az előbbiekben ugye kihagytam őt a népsorból, fordításában került kezébe az olvasónak. Őróla tudni kell azt, hogy már gyerekkorában egy hihetetlen zseninek tartották Karcagon a pedagógusok, majd később a felnőttek is. Majd később a Németh Gyula professzorral lett évfolyamtársak Budapesten, és ő beszélte rá arra, hogy tanuljon meg perzsául. És ő nem hasra vert, hanem majd, ahogy későbbiekben hangzani fog,
olyan tisztasággal tanulta meg a perzsa, anyanyelvi szinten szinte a perzsa nyelvet, hogy a magyar fordítása egyszerűen csodálatos. És azért tudni kell arról, hogy aki perzsául megtanult a múlt század közepéig, gyakorlatilag a semmiből, annak kellett lenni valami küldetésének. És ezt a küldetést ebben a néhány oldalas fordításban, vagy örökségként át tudta adni mindazoknak, illetve átadja azoknak, kik keresik azt az utat, keresik azt a múltat, amely a magyarsághoz köt egy kicsit bennünket. Mint ahogy a polgármester úr szavaiból kitűnt, ugye ő kimondta azt a bűvös tőmondatot, hogy hiszek Nimródban. Hát kérem, ez akkor is hatalmas bűn volt kimondani a múlt század 30-as éveiben, azaz 1934. november 7-én. Akkor volt Karcagon az Ezer éves Firdusi címmel egy előadása, és abban hangzott el ez az ominózus mondat, amit nem tudtak neki megbocsájtani, valószínű. Én a könyv kiadása előtt kerestem, hogy melyik lenne az a tudós ember, aki vállalná ezt a mondatot. Hát nem akadt egy sem. Ez a becsületes igaz. És éppen ezért nem tudtam felkérni senki mást, így mond a könyv bemutatásához, illetve egy olyan társat, ki hangjával méltó ehhez a fordításhoz, méltó ehhez ennek a költeménynek a részleteihez, Lovász Irént. Mert azért ez a hang, az csodálatos, ami neki van, mint ahogy a fordítás is az. Tudnunk kell azt, hogy ez a hatalmas mű egy olyan királynak a fiáról is szól, akit úgy hívtak, hogy Rusztem. A Rusztem perzsául tehemtemet jelenti, ez a névjelentése, magyarul pedig töhötöm. Szóval srácok, ti eljöttetek ide ma este, azért ezt tudjátok erről a nagy műről, és ezekről a részletekről, hogy erről szól. Néhány népszerű részletet is fordított le Gál László ebből a hatalmas anyagból, a nap teremtése, a föld teremtése, a hold teremtése, az ember teremtése. Ez úgy hangzik, mint az ószövetségi részletek lennének. Arról sem szokott a történelem tanításunk nagyon sokat beszélni, hogy ez a nagy mű, ez Zarathustra vallását tartalmazta teljes egészében, és csak úgy lett később a költők által összeszedve, annó annak idején Perzsiában, amely lehet, hogy nem is ekkora birodalom volt, mint a mai nap, hanem sokkal nagyobb, sőt, mi több, a mai Irak területét is magában foglalta, és a pártus birodalom gyakorlatilag ezen a területen feküdt. Tehát ez a történés, amit a Firdauszi Sahnaméjában tudunk olvasni, tekintsük úgy, hogy egy kicsit magyar ügy. Magyar, mert azt a nevet, ezt, miután én kint is jártam Perzsiában, illetve Iránban, a töhötömöt, ezt ők pontosan tudják, hogy magyar. Kivétel nélkül szinte mindenki, akivel találkoztam, a legegyszerűbb embertől kezdve, a legmagasabb rangúig, akinek bemutattak a vendéglátóim. Tehát ezek a dolgok Magyarországon összeszedhetők néha, vagy néhány könyvből, vagy sok könyvből, nem is tudja az ember, hogy fogalmazza, az Iránnal kapcsolatos, vagy Perzsiával kapcsolatos őstörténelmünk. Mert nagyon sokszor lehet olvasni, hogy valahonnan a magyar törzsek jöttek Perzsiából. Igen. Perzsiában például egy név őrzi, sőt kettő is, ami szembetűnően őrzi a magyar hasonlóságot, lent délen van egy kikötőváros, vagy akkor annó annak idén kikötőváros volt, Csabahár vagy Kabahár. És van egy Jazd nevű város, amely a mai, így mondta, a mai Jászberénynek testvérvárosa, és a Jászok fővárosa, ma is.
kérem, ott az utcán, durván a járőkelő férfiaknak a 75-80% az alföldi magyar parasztember arcát hordja magán. És akkor az ember elgondolkodik azon, hogy vajon miért? És ugyanakkor néha bele kellene pillantani a képes krónikába, ott, ahol jó barna arcú királyaink is vannak megfestve, ketten-hárman, és akkor el kell gondolkodni azon, ne adj Isten, arról jöhettek, így mond a magyarok, hiszen a török, így mond Tárihi Üngürüsz néven ismert magyar őskrónika mondja, hogy Kaba, amikor a végzett párnájára letette a fejét, és lelke az égbe távozott, akkor azt követően a hét kapudán vezért választott, kit úgy hittak, hogy Árpád. És ő volt az, ki a magyarok ő volt az, ki a magyarokat vezérelte errefelé az Kárpát-medencébe vissza Attila örökébe. Tehát megőrződött egy őskrónika, amiről ma sem beszélnek túlságosan sokat, és kiadásra került a 80-as évek elején, illetve azóta több alkalommal a Magyarok őstörténete, illetve a Tárihi Üngürüsz címmel. Szóval ezek a történelem könyveinkben nincsenek benne. Visszakanyarodnék én Gál Lászlóhoz, nekem megadatott az, hogy a 60-as évek elején, miután bekerültem Debrecenbe középiskolában, akkor, amíg ő a Debreceni Kossuth Egyetemnek volt a tanszékvezető professzora a klasszika filológia tanszéken, hogy néhány alkalommal ott bent a tanszéken, illetve lakásán találkozhattam vele. Hiszen nagyapámnak egyfajta cimborája volt, egy ilyen mezitlábas cimborának mondanám, illetve dédnagyapám, ki annó annak idején a Kisgazdapártnak volt nemzetgyűlési képviselője. Ő maximálisan támogatta annó annak idején a 900-as évek elején, illetve közepén, közepe felé a 30-as évekig a zseniális dr. Gál Lászlót. Szóval tudtak róla, mint hogy az előbb is mondtam, hogy ez az ember valami szenzációs valaki lehet, és ő még ezekkel a részletekkel is, srácok, fiatalok, vagy akár idősek, kik jelen vannak itt, egy örökséget nyújtott át. Hiszen tudnunk kell azt, hogy ez az örökség ma is szinte élő valóság a mai Iránban, vagy éppen a perzsa környezetben, hiszen ez az erkölcsi alapvetés, mely írva van, hordozta mindenkor az úgynevezett beavatás útját. A belső szívben és az energetikai rendszerben való beavatás útját. Erről nem tudunk, vagy éppen kevesen tudunk. A mai napig élő ez az erkölcsi tanítás, és rendszeresen találkoznak ezek az emberek, akik ragaszkodnak az ősi hithez, mint ahogy a polgármester úr is említette, egyfajta erkölcsi alapokmánya ez a perzsáknak, illetve az irániaknak. Mint ahogy nekünk kellene, hogy legyen a toldi Arany Jánostól. Mert ugye tudunk róla, hogy volt egy erős ember, de semmi többet jóformán. Mert ugye a toldiban jelen van ugye az, hogy Miklós a bikát legyőzte, azaz anyag hónapját legyőzte. Az májusi hónap, ugye, az anyag hónapja, az állatövi jegyek jelentése szerint. Valamint ott van a pusztai farkas, vagy a nádi farkas, Bence, a táltos, a beavató, beavatást vezető, és így tovább. Minden olyan dolog, ami egy beavatási út végigjárásához kell, hasonlóképpen a perzsa Sahnaméhoz, a királyok könyvében, ott is beszélnek négy ősanyagról. A négy ősanyag, ugye ismerjük a tűz, a víz, a fém és a föld anyaga. Valamint a két természetre, vagy a két országról, a két természetrendről. Az egyik az isteni rend, a másik pedig az úgynevezett anyagvilág. A régi magyaroknak, mint ahogy a
koronán is van, ez a gnosztikus nézetrendszere volt, gnosztikus vallása volt. A koronán ott vannak a Tamás evangélium, a Fülöp evangélium, ők mindannyian, meg a többiek is gnosztikus evangéliumokat hordott, azaz közvetlen ismeret, Isten ismeretről szóló evangéliumokat írtak. De a szívhez szóltak általában ezek az írások, illetve evangéliumok, meg a fejhez, meg a bennünk és körülöttünk lévő energetikai mezőhöz. Tehát a Sahnameh így töredékesen is erről szól. Tehát ez egy örökség, amit az embernek föl kell vállalni belül, és egyaránt kívül is. Magyarságnak nagyon nagy szüksége van mostanában néha olyan dolgokra, amelyekről nem tud, vagy nem tájékoztatják őket. Hiszen miért is tudnának arról, ami perzsa? Hiszen a mai világban ugye két hatalmas vallási alakulat van, mely feszül egymásnak. Az egyik az, amely Ószövetség néven ismeretes, a másik pedig ugye a mohamedi tanítás. És ennek a mohamedi tanításnak ugye a síta nézetrendszere van Iránban, a másik pedig ugye az ószövetségi tanítás. És ugye minden áron fel akarják robbantani egymást. Mi viszont azt mondjuk, hogy nekünk békében kell lenni, és nekünk ennek kell lenni az üzenetnek, a béket. Mert a magyarság, tessenek belegondolni, a mai újságok egyikében ugye hatalmas menekült áradat van Európa felé. Azért szeretném megkérdezni, hogy ebből a menekült áradatból érzékelünk-e mi már valamit? Még nem, ugye? De lehetséges. Az élelmezéssel ezeknek az embereknek meg fog-e történni valahogy, vagy valami hatalmas kavalkát fog belőle kijönni? Ugye nem nagyon tudunk arról, hogy Köles, ez a gabonaféle volt népünknek hajdanában, a kicsiknek, nagyoknak, azaz a társadalom legalján és legmagasabb szintjén tartózkodó embereknek a alapvető élelmiszer. Ezt, ha bevezetjük mai nap, akkor nagyon sok mindentől meg tudunk menekülni. Tessenek belegondolni, mondjuk én Siráz városában voltam, kint Perzsiában, például a vendéglátóimhoz közeli helyen, ott, ahol a lepénykenyereket gyártották, ott egy hatalmas kondérban, még reggel 9 órakor már egy zöldségleves, zöldségfőzelékféle volt rendkívül olcsón árusítva a finom lepénykenyérhez, amelyben nem volt élesztő, gyakorlatilag só sem volt. És ezt ette ott reggelire, kivétel nélkül mindenki, aki arra felé járt, vagy tudatosan ment arra. A beteg ellátás, mint olyan 50%-a gyakorlatilag a magyar, így mond, egészségi állapotnak, vagy a betegállományban töltött időknek odakint, az egészséges életmód miatt. Plusz az a erkölcsi, vallási meggyőződés, amely az ő mindennapjaiknak a része. Szóval én erről a könyvről, visszakanyarodva a perzsákhoz, a Sahnameh-hoz, Rustemhez, Töhötömhöz, különösebben többet nem kívánok elmondani, hiszen Budaházi Éva, tanárnő, majd fog mindenkinek gyönyörűséges dolgokat mondani e fordítással kapcsolatban. Hiszen ahogy ő fogalmazza a dolgozatában, mely a könyvben is megjelent, hogy egyik nagy költőnk kell lehetne őt párhuzamba állítani, vagy több nagy költő mellett van a helye, mint fordítónak is, mert oly gyönyörűségesen fordította le perzsáról Gál László munkásságát, amely a Sahnameh-ból részleteket közöl felénk. Én megköszönném ezúttal a figyelmet, és átadnám a szót Éva. Amikor Karcagon először sor került arra, hogy bemutassuk ezt a könyvet, hát nyilván nem csak attól volt az gyönyörűséges pillanat, hogy
a kiadótól akkor egy egészen mélyreható gondolatokkal áttört előadást hallottunk, hanem talán attól is volt nagyon különleges, hogy első volt a maga nemében. Különleges volt azért, mert az 50 éve elhalálozott Gál Lászlóra emlékeztünk, évforduló kapcsán volt, a kúnok, kis és nagy kúnok ünnepén volt, rendezvénysorozatán. Az egésznek volt egy olyan csodás atmoszférája, hogy igazából azt most egy kicsit itt megidézni talán nehéz. Bizonyára valamennyien úgy vannak ezzel, akik itt megjelentek, hogy időnként részt veszünk valamiben, amit nem mindenképpen az idéz elő, hogy miről esett szó, mennyi szó esett róla, mennyire okos dolgokat mondtunk el, és én a magam részéről tényleg nem fogok különösebben nagyon okos dolgokat mondani, bár hát amikor megláttam az ifjakat, persze akkor inspirálva éreztem rá magam, hisz végül is nekem kötelességem, igaz, mint tanárember, kötelességem a fiatalok körében nagyon okos dolgokat mondani. Nem attól lesz egy helyzet szép, és nem attól lesz szellemiségében telítetté, hanem attól, hogyha most mindannyian egy picit valóban arra a csodálatos dologra gondolunk, ami a költészet, és lehet, hogy vannak közöttünk olyan emberek, akik nem szeretik a verseket, vagy nem olvasnak verseket. De ennek ellenére, ahhoz, hogy most én méltóképpen tudjak erről a könyvről beszélni, valójában talán az a légkör kell, hogy meg tudjuk-e idézni azt a valamit, azt a sajátosan egyedi dolgot, amit a költészet jelent. Ami sokkal több annál, hogy verset írunk. Ugye verset írni sok ember tud. Én nem is hiszem, hogy nincs olyan ember, aki ne írt volna valaha verset, ne érezte volna a késztetést rá. Fiatal emberek írnak verset, hogyha szerelmesek, kislányok, hogyha magányosak, és minden egyéb érzelem, anyuka, anyák napja, stb. Arra inspirál bennünket, vagy inspirált ifjúkorunkban, hogy csináljunk ilyet. De ami a sáknámé, az valami más. Keresem a szavakat, hogy mi. Szóval a költészet igazi lényegét tekintve valami egészen más. A költészet megidézője annak az univerzális rendnek, annak a harmóniának, amely áthatja a világunkat. Áthatja a világunkat, és megszületett valaha a teremtő ige által. Ha valami ezt nem hozza lelkületében és hangzásában, akkor az persze nem a költészet része, egy jó szándékú próbálkozás volt. Na, ilyen jó szándékú próbálkozók szoktunk lenni. Remélem, sikerül most valamiféle különbséget tenni, hogy mi egy jó szándékú próbálkozó, aki verset ír, és mi a sáknáme, amely az igazi ősi költészet, és ráadásul tartalmában pedig ugye végigvezeti az emberiség történetének egy hatalmas szakaszát, amit időben kifejezi. Nem tudunk mekkorát, mert vissza kell helyezkednünk valahova, úgy szoktuk mondani, a prehisztorikus világba, a történelem előtti időkbe, ott kezdődik a sáknáme. Ott kezdődik, amikor a teremtő teremtett, a teremtő szellem megfogant, az ősanyag elkezdett élni, mozogni, részekre bomlani, és belőle ez az ezer színű világ kialakulni. Ez a sáknámé világa.
A Sáhnáme történelmi világa pedig az, amikor valamikor az idők kezdetén az első szakrális uralkodók világában, akikről mi végtelenül keveset tudunk, még valamikor az ősi rend szerint élt az ember, az ősi rendezettségben élt az ember, az ősi harmóniában élt az ember, és végig vezeti azt történetek sorozatán, amikor ez a harmónia, ez a rendezettség megszűnt, amikor elkezdődött az anyagba alászállása az emberiségnek, ezt megrázó, csodálatos történeteken keresztül vezeti végig, egészen odáig, amikor a Firdauszi élt. Természetesen tovább nem halad a történet. Ha most el akarjuk képzelni, hogy milyen körülmények között és időben, mikor született ez a hatalmas mű, akkor nem tudunk pontos meghatározást adni. Azért nem tudunk, mert nyilván egy ilyen történet folyamatosan íródik. Elkezdték írni azok a számunkra még megfoghatatlanul nagy bölcsességgel bíró lények, akik a valamikori idők, a teremtés körüli időszakok lenyomatait megpróbálták ránk hagyományozni, és természetesen nem írták le így, és nem volt kinyomtatva, stb. Általában maradt ez néphagyományban. Szájról szájra, én mindig csak csodálni tudom, hogy egyáltalán ez a hagyomány hogy maradhatott életben. Ó, üdvözöljük Önöket, megérkeztek a vendégeink, akikre vártunk, és most nem is tudom, hogy én folytassam, vagy adjam át a szót. Tiszteletünk. És elérkezünk oda, hogy valamikor abban az időben, ifjak kedvéért elsősorban, nagyon szeretek törtemórát tartani, de ígérem, nem fogok nagyon, mert lehet, hogy ti annyira nem szeretitek. Tehát elérkezünk oda, amit a magyar történelemből úgy ismerünk, hogy felmerül a kérdés, hogy mi most a nyugati római katolikus keresztény kultúrához csatlakozzunk, ne csatlakozzunk, ugye ez a nagy probléma, legalábbis így szoktuk a történelemkönyvekben olvasni, tehát elérkezünk a 10. századba, amikor nálunk Géza fejedelem uralkodik, és amikor arra készülődik, hogy átadja fiának, Istvánnak a fejedelemséget, Bajknak, és felmerülnek a problémák Koppány körül, az utódlás körül. Ezt az időszakot kell elképzelnünk, erről azért ugye a történelemkönyvekben már lehet hallani. Na, ekkor élt az a Túsz városában, Koraszán tartományban az a csodálatos költő, akit mi Firdauszinak hívunk már, bár olvastam többféleképpen a nevét, és bizonyára ez talán perzsa dialektusokat jelent, hogyha más és más módon olvassuk. Na, ezt az időszakot képzeljük el, na, ekkor született, ekkor lett lejegyezve, ebben az időszakban lett lejegyezve ez a 120 ezer sornyi csodálatos hőskköltemény, eposz és hasonló műfajokkal nevezhetnénk meg. De képzeljük mögé azt a rengeteg évezredet és évtízezredet, amíg őrizgették azt a hatalmas epikus anyagot, amit majd később a Firdauszi versbe foglalt. És rászánta az egész életét, hogy ezt így versekbe foglalja. 120 ezer sort hallottunk rá utalást, az borzalmasan sok. Hogyha ezt mi most kötetben képzelnénk el, akkor az körülbelül 10 vaskos kötet. Tehát így tessék elképzelni, ekkora ez a mű. 15.600 sor az Íliász kötelező olvasmány. Az csak 15.600 sor, de mi európaiak nagyon büszkék vagyunk rá az egész görögségre, hogy a görög kultúrából szoktuk mondani nőtt ki a mi
európai kultúránk. És igen, gyakran megfeledkezünk arról, hogy nyilvánvalóan nem csak Európa létezik, meg nem csak Dél-Európából indulhatott el a magyar, illetve az európai és nyugat-európai kultúra kialakulása sem, hanem ezt az egészet próbálnánk egy picit legalább itt a mi földi tereinkben komplexebben elképzelni. Valahol nem tudjuk ezt megtenni, és ez egy borzasztóan nagy hiányossága a mai embernek is. Én azt hiszem, egyre kevésbé tud komplexen gondolkodni. Minél kényelmesebben él az európai ember, meg minél több a plazma tévéje, meg egyebe, annál inkább megfeledkezik arról, hogy van India, meg létezett a kínai civilizáció, és egy csodálatos perzsa világ is létezett. Hogy ne nagyon kanyarodjak el a magam hát szakterületétől, egy picit most meg is szüntetem, és abba hagyom ezt a gondolatmenetet, hiszen azt hiszem kellőképpen belehelyezkedtünk abba a világba, helyzetbe, amelyben ez a mű megszületett, és amelyet dr. Gál László, a mi pátriánknak itt a kelet-magyarországi térségnek egyik nagyszerű embere számunkra elérhetővé tett részleteiben. Nyilvánvaló egy ilyen könyv részleteket tartalmaz ebből a hatalmas munkából. Amikor 1934-ben előadást tartott a Sekhnáméről, illetve a Firdausziról, akkor ezt ő így zárta, ezt az előadást. Az ezer éves költőnek áldoztunk azzal is, hogy elmondottunk egy pár sort, stb. A magyarság arca 900 év óta nyugat felé van fordulva. Nyugat szépségében, tudományában, művészetében van elmerülve. Mi most egy rövid órára kelet felé fordítottuk arcunkat. És igyekezetem arra irányult, hogy megmutassam. Ott is vannak virágzó rétek, zúgó erdők és viharzó tengerek. Ott is vannak érző, örvendező, szerető, szenvedő emberek. És ott is voltak világra szóló, Isten áldotta tehetségek, akik a földi lét nyomorúságain túl a magasabb régiók felé irányozták tekintetüket. Ha a Firdausziról, a paradicsomi költőről beszélünk, és sikerült mindezt megmutatnom, célomat teljesen elértem. Így fejezte be ezt az 1934-es beszédét. Hát mi persze nem mindig érezzük úgy egy könyvbemutatón, hogy sikerült elérni azt a célt, amit magunk elé tűztük, mert ahogy mondottam, ez egy végtelenül teljesíthetetlen feladat szinte. Rövidke, röpke 10-15-20 percben úgy közel kerülni a költészet csodájához, ahogy egyébként ez a könyv méltó módon megérdemelné. Egyébként én nagyon szeretem megfogni ezt a könyvet. Most rendkívül divatos, ifjúság körében bizonyára pláne, az e-book és olvassunk interneten. Hát meg kell mondjam, én nekem borzasztóan hiányozna, hogy nem tudom megfogni. Hogy nem érzem a felületét, nem érzem a papírt benne, nem érzem a színeit, hát azt is érezzük. És nem látom, hogy milyen gyönyörű ez a munka, mert ezt szépen megcsinálták ráadásul ezt a könyvet. Ez elég nagy érdem, ugyanis manapság nem mindig szokták a könyveket azért ilyen szépen megcsinálni, létrehozni, mint tárgyat. És hogyha még a hátsó borítóra azért is odavetem a tekintetemet, hogy megnézzem, mi van rajta, akkor pedig még inkább nagyot dobban a szívem. Nyilván ez egy perzsa tálnak egy picike, kicsinyített képe, és ennek ellenére mi magyarokra ránézünk,
akkor ebben a Nagyszent Miklósi kincset látjuk rögtön, hiszen a Nagyszent Miklósi aranyleletnek, amelyről sokat vitatkoznak a 8. századi bizonyos elgondolások szerint az is ilyen 8.-9. századi, de lehet, hogy sokkal-sokkal korábbi. Tehát a Nagyszent Miklósi aranylelet kettes korsóján is ezt az ábrát, ezt a rajzot, rajzolatot, hát nyilván ötvösök által megformázott felületet láthatjuk, és akkor megkérdezhetjük, hogy de miért nem jut nekünk eszünkbe azért, hogy valahol mégiscsak forduljunk időnként a kelet felé. Érezzük már, hogy ilyen nem történik véletlenül. Ezek a motívumok, ami ősvallási elképzeléseinket, ami lelkületünket hordozzák. Hát mi van ezen a képen? Itt egy hatalmas madár, amely természetesen nem valóságos madár, hanem egy misztérium madár, egy misztérium állat, fölemel egy embert, egy emberi alakot, egy emberi testet. És ez valószínűsíthetően nő. Még az is valószínűsíthető, hogy éppenséggel áldott állapotban van, tehát új életet hoz a világra. Ezt még megerősíti az is, hogy virágzó ág van a kezében, mind a két kezében, vagy ez egy, igen, ez a virágzó ágas. Van egy olyan változata is, amelyikben az egyik kezében ugye serleg van. Az is rendkívül méreható szimbólum. Tehát arról szól, hogy a szellem erejével fölemelkedünk, túl emberi létünk mindennapi korlátozottságán, és egy újjászületési folyamatot élünk meg. Erről beszél, erről üzen. Mind a két nép kultúrája, amiből persze rögtön érzi az ember, akkor is, ha nem tanulta, nem tanuljuk ezt, a szíve dobban rá, hogy itt mély titkok, már titokká vált egyébként régen nem titkok, szólalnak meg számunkra, és kerülnek újra egy könyv lapjaiba, betűkkel kerültek ide, elolvashatjuk. Ha nagyon-nagyon őszintén, nyitott szívvel közeledünk hozzájuk, akkor el fogunk érkezni oda, hogy egy pillanatra talán még át is éljük ezt a csodát újra, amit valamikor talán nem is volt olyan nagy csoda átélni. Tehát emberlétünknek hétköznapi kicsinségén fölül fogunk tudni emelkedni. És hogy kezdődik ez az egész gyönyörűség? Én a magam részéről a Sekhnáme sok fordítását már ismertem. Természetesen Devecseri Gábor gyönyörű fordításában nagyon szép. Ami ebben rendkívüli újdonság volt, hogy Devecseri Gábor fordítása elkezdődik ott, ahol a könyv történetét bemutatja. Dr. Gál László nem itt kezdi, hanem, és még kutatásaimban nem jutottam oda, hogy ezt megtaláljam, hogy ezt miért került elé, és a Sekhnáme valóságos része, de ő elkezdi úgy, hogy először lefordít egy olyan részt, mely az irgalmas és kegyelmes Isten nevében sorral kezdődik, aztán egy olyat, amely az értelmet dicséri, egy olyat, amely a világ teremtését mutatja be, aztán a nap teremtése, a hold teremtése következik, és ilyen fokozatok után jutunk el oda, hogy az első uralkodó uralkodásának és a szimbolikus perzsa történelem bemutatásának lehetünk a tanúi. Az értelem dicséretében mély filozófiai megfogalmazásoknak lehetünk tanúi. Kik vagyunk mi emberek? Nyilván érdekel bennünket, akár fiatalok vagyunk, akár idősek vagyunk. Azt mondja ez a gyönyörű részlet, hogy
világot teremtő teremtménye vagy, te látsz láthatókat, te látsz titkokat. Örökké vezéreljen ész, értelem, hogy így, ami rossz, tőle távol legyen. A bölcsek szavával keresd utadat, így járd a világot, s taníts másokat. S ha hallottad a sok tudósnak szavát, te akkor ne nyugodj, tanulj csak tovább. Ha látásod a tannak ágáig ér, értsd meg, hogy homályban maradt a gyökér. Hát micsoda döbbenetes gondolatok! Mennyire beleborsózik az ember háta, ha komolyan veszi. Végig haladtál a tudós ember útján, de meg fogod tudni, hogy a gyökér még homályban van. Oda még le kell szállnod, oda még le kell ereszkedned, és akkor talán még az a hosszú és hát sokszor rögös út, ami a tanulás volt, még az is értelmet nyer. Hát ide, ebbe a mélységbe ás le a Firdausi, amikor elkezdi írni. Nem tudom, eléggé világos volt, ahogy mondtam. Ezek a történetek megvoltak nyilván. Ez a néphagyomány, szájhagyomány útján terjed tovább évszázadokon, évezredeken, évtízezredeken át. Firdausi azt tette, hogy mindezt versbe foglalta. Így született meg ez a félelmetesen nagy mű, ami aztán ráadásul még szép is. És ez így ráadásul még szép, mert lehetne egyébként egy slendriánabb munka is, egy olyan verselő műve, aki nagyon becsületes, és arra tett kísérletet, hogy a hagyomány őrizte gondolatok, azok végre foglalódjanak össze. Ez is nagy dolog. Legyen végre leírva. De ő nem ezt tette, hanem ráadásul egy nagyon igényes és nagyon szép versmértékbe rendezte. Ezt hívják a perzsák mutakaribnak. A mutakarib versmérték az úgy hangzik, hogyha én most nagyon pongyolán akarnám megértetni, hát perzsául kellene mondani természetesen, hogy időmértékes vers, tehát ez egy időmértékes vers, és az időmérték az a rövid-hosszú szótagok lüktetéséből, váltakozásából áll össze, ezt azoknak mondom, akik ugye nem foglalkoztak vele még eddig részletesebben. Egyébként a könyv 129. oldalán példákat is írok rá, hogy ezt azért mindenki jól átlássa. És ez a titátá, titátá, rövid-hosszú-hosszú, 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 rövid-hosszú. Tehát négy mértékű, négy verslábból álló, és ilyen verslábakból építkezik, mivel ugye felütéssel indul, rövid szótaggal indul, utána hosszú szótagok következnek, azok nyomatékosulnak, így az egészben van lendület is, sodrás is, de ez elsősorban nyilván az epikus történések maga a cselekmény elmesélésére jó. Amikor Radu Antal megpróbálta ezt fordítani magyarra először a 19. században, akkor határozottan kijelentette, hogy a mutakaribot nem szabad magyarul, nem is lehet, a mi nyelvünktől idegen, tőlünk ez távol áll, és ez a fajta lüktetés, ez nem jó, ő 12-es Alexandrinokban fordította, az is nagyon szép, és amit még ünnepelhetünk tehát ebben a kötetben, hogy ezt a gyönyörű perzsa verselést, a perzsa nyelv áramlását, ami áthatja ezt a 120 ezer sort, ami elképzelhetetlenül sok, ezt végig gyönyörű magyar nyelvre ültette át dr. Gál László. Na ezért, Lajos utalt itt rá, talán ezért mondhatom, ha szabad nekem, de végül is szabad, nem büntetik,
szabad nekem ilyen kijelentést tennem, hogy dr. Gál László nagy költő volt. Érdekes, ő sose akart költő lenni. Tehát a költő nem attól lesz költő, hogy megjelent 5 kötete, és egyébként kapott 2 József Attila díjat. Nyilván, ugye nem ettől lesz költő. Az is lehet, hogy ő is jó költő, de nem ettől költő. A dr. Gál Lászlót valószínű soha senki nem tartotta költőnek. De a dr. Gál László költő, mert ilyet nem tud megcsinálni az, aki az anyanyelvével erre az áramlásra, lüktetésre, erre az univerzális énekhangra nem tud ráhangolódni. Tehát ez az, aminek a csodáját nyilván a szent könyvek, a teremtő ige fogalommal szokták megnevezni. Úgyhogy ez oly gyönyörű, hogy én mindenkinek nyilván nagyon-nagyon tudom ajánlani, és természetesen azért tudom ajánlani elsősorban, mert a tartalom mellett ezt a csodálatos formát is hozza. Hát például így hangzik egy gyönyörű mutakari pár vers, ezek pár versek. Az azt jelenti, hogy 2 alkot általában 1 tartalmi szólamot, általában párosimmel kapcsolódik össze, tehát az egysége az így érzékelhető. Adott volt az élet 17 fiat, ezekből nekem már csupán egy maradt. Most ezt megpróbálom úgy mondani. Ezekből nekem már csupán egy maradt. Na ez a mutakari. Tittátá, tittátá. Ez végig gyönyörű. Én próbáltam követni, és mindenhol, ahol csak lehetett, ugye, figyelni rá, hol téved. Nem téved. Lüktet gyönyörűen szépen tovább, mint a végtelenség teremtő óceánja. Elképesztően gyönyörű, nagyon szép. Nyilván nagyon mondom ezt a fiataloknak most. Higgyétek el, jó ilyet olvasni. Kell ilyet olvasni, az ember önmagát, lelkületét szoktatja hozzá egy ilyen isteni rendhez, harmóniához, ami a hangzatokból kihallatszik. Na hát ennek itt nyilván nagyobb mestere van most jelen, mert ezt fogjuk majd énekhangon hallani, hogy mit jelent a teremtő. Hát mondjuk ki, hogy igen, mit jelent. Ez is itt van bezárva ebbe a könyvbe. De bele van zárva az a számtalan bölcsesség is, amely a világ látását tükrözi Firdausinak. Van egy kedvenc részletem, szándékoztam még elolvasni azt is, ami az elején a napteremtése, holdteremtése nem fogom, mert úgy látom, és úgy érzékelem, kicsit sokat beszéltem, de ezt a részletet, ezt mindenképpen felolvasnám, az egyik leggyönyörűbb, amikor egy Kaikasun nevezetű uralkodóról van szó, úgy dönt, hogy Mazanderánt meghódítja. Ennek a résznek az elejéről való egy gyönyörű, szép idézetsor, egy nagyon-nagyon szép és nagyon jól elképzelhető költői képsorral. Egy fának a képe jelenik meg előttünk, amely lassan-lassan átlényegül valami mássá, és végül a hatalmas életfolyam jelenik meg a szemünk előtt képzeletben, ha vele helyezkedünk, és azt akkor olvasom. Midőn egy gyümölcsöt hozó szép fa nő, de rá végzetes bajt hoz a rossz idő, a lomb sárga lesz, s a gyökér is beteg, s fejét a fa a föld felé hajtja meg. Midőn láb elhagyja már a talajt, törvény, hogy helyén csak hamar más fa hajt, s a kert várja a lámpafényű tavaszt, amely rá falombot s virágot fakaszt. De rosszágot is hajthat a jó gyökér, s haraggal tekintnek reá, mit sem ér. Olyan forma e vén világnak sora,
hol a fő, hol a talp, nem értett soha. S ha az ember megismerte rossz útait, beláthadd, nem óhajt soká lakni itt. De hallgasd, hogy egy öreg bölcs mit beszélt, és emlékezetedben tarts fenn a regét. Ez a részlet megragad bennünket gondolataival. Látjuk magunk előtt a nagy gyümölcsöt hozó fát. Mi itt európaiak jobban hozzászoktunk ugye a paradicsomi fák képzetéhez. Látjuk azt, amikor jó ágat hajt, jó vesszők és jó gyümölcsök fakadnak rajta. Látjuk azt, amikor nem ez történik, hanem éppenséggel valami nagyon rossz fog ezen a fán születni. És aztán a hosszú hasonlatsor után, ebből még ki is hagytam, nagyon hosszú leírások vannak a Sekhnáméban, a hosszú hasonlatsor után megértjük, hogy ez most egy gondolat képi megvilágítása óhajtott lenni, és a tételmondat az, hogy olyan forma vén világnak sora is. És mi, akik itt élünk, porszemek 60-70-80 ki mennyi ideig, csak kérdezni tudjuk, hogy hol a fő, hol a talp, színe és fonája ugyanazon dolgoknak. De az emlékezet, a kollektív emlékezet, mint amiből kinőtt a Sekhnáme, kicsit a segítségünkre jöhet. Ezt a régiek tudták. Nem menekültek a múltba. Nagyon sokan ma azt mondják, hogy éld a jelent, mert a múlt az már elmúlt. Nem menekültek ők a múltba, hanem a múlt bölcsességét megőrizve valamivel tovább tudtak lépni. Igen, tudjuk, hogy mindig jelen van. Mindig a jelen pillanat létezik. Most például ez a pillanat. Ebben a pillanatban nekünk a tovább lépési lehetőség, éppen mert azért vagyunk együtt, az, hogy valamit éppen elcsíptünk ebből, ami a Firdausi lényege. Aztán majd egy másik helyzetben, majd más jelenti nekünk a tovább lépést ebből az adott pillanatból. És én a magam részéről mindig nagyon reménykedek abban, hogy nem véletlenül születik meg egy ilyen könyv, nem véletlenül adjuk ki, nem véletlen az, hogy valamikor dr. Gál László is foglalkozott vele, fordította, nem véletlen, hogy el Nagy Lajos úgy döntött, hogy az egész életének egy jókora nagy részét arra fordítja, hogy ilyen és hasonló könyveket jelentett meg. Mindezek talán nem véletlenek, mindezek azért vannak, hogy mi ebből a jelen pillanatból az ősi bölcsességek segítségével tovább lépjünk egy egész picikét. Ha csak egy egész picikét is. Na meg közben azért érezzük jól magunkat nyilván, mert az öröm az Istenség másik lényege. És ha nem örülünk mindennek, akkor elveszítettük a kapcsolatot vele. Hát ne veszítsük el, és sok szép pillanatot kívánok mindenkinek a könyv olvasásához is, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm Horváthné Mudaházi Éva és Árnagy Lajos előadását, és köszöntöm körünkben Rui Rizek Mohamad tagi tanácsosodat, az iráni iszlámközlásság Budapest nagykövetségét tanácsosát, kérem, akkor köszöntse egy pár szóval. Úgy emlékszem, hogy 7 évvel ezelőtt, amikor az utoljára jártam Magyarországon, találkoztam az a Nagy Lajoson. Egyszer találkoztam a követségen, ő azt mondta, hogy nekem van egy tervem, szeretném, hogy a Ferdowsi Sahname magyarul szeretném fordítani. Mi akkor
nagyon csodálkoztam, hogy vannak olyan magyarok, akik szeretne tudni az iráni költök, szeretne ismerni a költök az iráni. Mondtam, hogy nagyon szép dolog, és bízom benne, hogy sikeres lesz. Sajnos tegnap jöttem Magyarországon, és ma nagykövetül velem beszél, azt mondta, hogy ilyen program van. Mondtam, hogy szívesen oda megyek, és szeretném hallgatni a magyarok, mi a véleménye a Sahnameról. Akkor, amikor voltam hallgató mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogy én magyar is irodalmat tanultam az életen. És sokat gondolkoztam, hogy az iráni kultok, például a Firdusi, még magyar kultot lehet hasonlítani. Én gondolkoztam, hogy a Petőfi Sándor. Hát lehet mondani, hogy kicsit külön van más a gondolat, csak így lehet hasonlítani. Iránban van olyan, a Petőfi Sándorról, magyar perzsáról most fordították, és az a irániak nagyon szeretnek. Nagyon szépen köszönöm a kedves hölgy, hogy nagyon szép és csodálatos kifejezés mondta a könyvről. Bízom benne, hogy akkor, amikor van idők, olvasnak és nézenek meg, hogy milyen versekek vannak. És szeretném még egyszer köszönteni, hogy eljöttek, és innen szeretném meghívni a közönség, hogy bármikor, ha nekik van idők, ha szeretne Iránba menni, én is fogom segíteni, hogy legalább a Firdusi Síriának, ahol az észak országon van, a Mashhad egy város közel, hogy oda mennek és megnéznek, hogy nagyon csodálatos a Síria.